Joel próféta könyve. Ez a könyv erőteljes, egyben rejtélyes prófétai költemények rövid gyűjteménye. Joel több okból is egyedülálló a próféták között. Először is nincs kifejezett utalás a könyvben annak keletkezési idejére. Valószínűleg Esdrás Nehémiás idején, a fogság után íródott, mert Jeruzsálemet és a templomot is említi, királyokat viszont nem. Az is érdekes, hogy Joel kétség kívül sok más szent iratot ismer. Hivatkozik Ézsaiás, Ámósz, Zofóniás, Náhum, Abdiás, Ezékiel és Malakiás próféta, sőt, még a Kivonulás könyvére is. Ehhez kapcsolódik a könyv utolsó egyedi sajátossága. Joel sosem vádolja Izraelt konkrét bűnökkel. Sok más profétával együtt ő is hirdeti, hogy Isten felelősségre vonja majd Izraelt, de sosem említi, hogy miért. Joel valószínűleg feltételez így hogy hozzá hasonlóan te is olvastad a próféták könyveit, és már tudsz mindent Izrael lázadozásairól. Ez a három sajátosság együtt segít megérteni ezt a nagyszerű, rövid könyvet. Jó el egy olyan bibliai szerző, aki maga is elmélyült a korábbi bibliai írásokban, és a róluk való elmélkedés által megértette saját kora tragikus történéseit, és reményt is kapott a jövőre nézve. Nézzük meg, miről is van szó. Az első és a második fejezet a próféták egyik fő témájáról, az Úr napjáról szól. Ez a kifejezés olyan múltbeli eseményekre utal, melyek során Isten hatalmas módon mentette meg népét, vagy lépett fel a gonosz ellen. Gondolj csak a kivonulásra és a tíz csapásra. Joel azonban ezekben a történésekben olyan a jövőre utaló jeleket lát, amikor Isten ismét szembeszáll népe, de még a nemzetek gonoszságával is, és megszabadítja a világot. Ez a két fejezet két ilyen témájú költeményt állít párhuzamba. Az első fejezet tehát egy múltbeli úrnapjáról szól. Joel itt egy nemrég bekövetkezett katasztrófát ír le, Izraelben sáskajárás pusztított. Ez az Egyiptom elleni úrnapját idézi. Emlékezz a nyolcadik csapásra a kivonulás könyvének tizedik fejezetében, csak hogy a sáskák ezúttal Izrael támadják. Így hát Joel felszólítja a véneket és a papokat, hogy vezessék a népet a bűnbánatban és az imádkozásban, majd Joel maga is bűnbánatot tart a papokkal együtt. A második fejezet gondolatmenete hasonló az elsőhöz. Joel egy másik úrnapját is leír, csak hogy ez a nap nem múltbeli, hanem jövőbeli, súlyos katasztrófa tart Jeruzsálem felé. Jó el egy újabb sáskajárás szerű hullámot ír le, ám most katonai és kozmikus képekkel. A sáskák Isten hadseregévé válnak, és letarolnak mindent, ami az útjukba kerül. A nap elsötétül, a föld megremeg, jó el pedig így szól, az úr napja nagy és igen félelmetes, ki fogja kibírni azt. Jó el tehát ismét bűnbánatra és imára hívja a népet, és azt is megmondja, hogyan tegyék mindezt. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg is istenetekhez. Jó el tudja, hogy a bűnbánat lehet színjáték is, amit azért ad elő az ember, hogy megússza a bajt, de Isten nem erre kíváncsi. Ő valódi változást akar, azt, hogy népe felhagyjon az önzéssel és a gonossággal. Miért? Mert Isten kegyelmes és irgalmas, türelme hosszú, szeretete nagy. Itt a kivonulás könyvéből idézi, miként bocsátott meg Isten Izraelnek az aranyborjú készítése után. Jó elebből azt tanulta, hogy Isten irgalma és szeretete hatalmasabb, mint a haragja és az ítélete. Ezért a bűnbánatban és az imában a papok élére áll, kérve Istent, hogy szánja meg a népét. Ezután a két költemény után helyszínváltás jön, és egy rövid elbeszélésből kiderül, mi Isten válasza jó el és a nép bűnbánatára. Szánalomra indult országa iránt az úr, és megkönnyű Népén. Isten kijelenti, hogy megfordítja az úrnapjának végzetes hatásait, és az ítéletből szabadítást formál. Először is legyőzi a fenyegető betolakodókat, feltehetően a sáskákat. A helyet, hogy pusztítanának, ők pusztulnak el. Aztán helyreállítja a letarolt földet, teljesen új életre kelti, és megint bőségessé teszi. Végül pedig azt mondja, hogy ő maga is jelen lesz népe között. Isteni jelenléte mindenki számára valósággá és elérhetővé válik. A történet eddig arról szólt, hogy hogyan mutatja meg Joel Izraelnek, hogy bűnei katasztrófához és ítélethez vezettek, és hogy az irgalom Istenénél mindig van remény. Joel ezekben a múltbeli eseményekben a nagy jövőbeli úrnapját látja. Így hát a könyv utolsó szakaszában van még három költemény, melyek illeszkednek Isten három részből álló válaszához, és melyek más próféták képeivel együtt egy, az egész világra kiterjedő reménység látomásává lesznek. Először is a remény, hogy Isten jelen lesz népe között, ígéretté válik, miszerint egy nap Isten saját lelke, személyes jelenléte betölti majd nem csak a templomot, hanem népét is – Joel itt Ézsaiás, Jeremiás és Ezékiel ígéreteire támaszkodik, melyek szerint Isten lelke eljön és átformálja, megerősíti népét, hogy valóban szeretni és követni tudják őt. Majd Joel áttér arra az ígéretre, miszerint Isten szembeszáll a fenyegető betolakodókkal. Joel a sáskákban saját korának gőgös, másokat eltaposó nemzeteit ismeri fel. Ézsaiás, Zofóniás és Ezékiel ígéreteire hivatkozik a nagy, jövőbeli úrnak napjával kapcsolatban, amikor Isten szembeszáll a népek gonoszságával, és erőszakosságukat önmaguk ellen fordítva igazságot tesz majd. Végül Joel a termőföld helyreállításának képeit viszi tovább, és az egész teremtés megújulásának reményét látja bennük. Ézsaiás, Ezékiel és Zakariás ígéreteit idézi, miszerint a végítélet napját az egész világ helyreállítása egy új édenkert követi majd, ahol Isten jelenléte kiárad Jeruzsálemből, akár egy folyó és kozmikus megújulást hoz. Így hát Joel könyve végén Isten megbocsátása és irgalma egy teljesen új teremtés kezdete jó Joel rövid könyve tehát mély gondolatokat tár fel arról, hogy az emberi bűn és bukás milyen döbbenetes pusztítást végez világunkban, hogy Isten mennyire vágyik rá, hogy irgalmazzon azoknak, akik beismerik és megvallják bűneiket, és hogy mindez annak a reménységét ébreszti bennünk, hogy Isten egy napon le fogja győzni a gonoszt a világunkban, csak úgy, mint bennünk. Elhozza gyógyító jelenlétét, és megújít mindent. Erről szól jó el könyve